Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök június 15-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A természet értékeinek megóvására hívták fel a figyelmet. Kiállítás megnyitót szervez a Kuni Domokkos Múzeum. Augusztusban rendezik meg a Vízzene Virág Fesztivált. 20 sportágat ismerhettek meg jobban a város fiataljai. A Tatai Helyi Akciócsoport támogatásával június 14-én ismét előadást szervezett a Természetes Életmód Alapítvány. A program ez alkalommal a Gerecse Naturpark megalakulását, az ott zajló tevékenységeket és a természeti értékeket népszerűsítette. A természettel való helyes együttélés fontosságára hívja fel a figyelmet a Természetes Életmód Alapítvány. A szervezet egy több alkalmas programsorozaton tart tájékoztatást a legkülönfélébb témákban a megjelentek számára, amelyre legutóbb június 13-án került sor. Mindenki tudja, hogy 2013-ban létrehoztuk 40-en polgármesteri hivatal, vállalkozók, alapítványok a Gerecse Naturparkot. Lehet rá azt mondani, hogy még egy valami, ami védettséget ad. De azt gondoljuk, hogy senki nem tudja, vagy nagyon kevesen, hogy benne élnek. Hogy ez egy dicsőség, hogy létrejött egy olyan miniszteri oklevél, amit mindenki használhat, ott, ahol él, hogy a Gerecse Naturparkban lakik. A különlegessége annak, hogy megtudjuk, hogy milyen csoda természeti értékek vannak a Gerecse Naturparkban, milyen hegyek, milyen növénytársulások, milyen csoda kirándulóhelyek, milyen tanösvények, és ráadásul egy kicsiket mélyebbre ásunk, eljutunk a rovarokig. A környezeti nevelésből pedig egy nagyon kis rövid bemutató lesz, amikor mindezt a szenzitivitásra érzékenyé tesszük a gyerekeket. Tehát nem csak nézni, hanem látni is tanítjuk őket, és ez kezdődik az icipici rovartól, egészen mikor majd vadász jön hozzánk, és bemutatja az erdő élővilágát. És akkor így folyamatosan mindig valamivel egy icipicit okosabbak leszünk. Egyet tudni kell, hogy ha nem gondolunk ezekre a dolgokra, akkor nem is lesz belőle tett. Tehát a természetvédelem úgy kezdődik, hogy a gondolatból szó lesz, a szóból pedig tett. És hát ezt szeretnénk elérni. A Gerecse Naturpark megalakulásáról és fontosságáról Music László humán ökológus tartott előadást. Elsősorban azokra a legekre szeretném felhívni a figyelmet, amik itt bennünket, tataiakat is körülvesznek, és talán nap mint nap találkozunk velük, viszont egy távolról érkező embernek mindenképpen egy különleges valamit jelent, és tehát ezek a legek, ez részben a itt élő növények, itt élő állatok köréből származnak, részben az épített örökség köréből, és hát egyáltalán az, hogy itt a Tatai medence, Nyugati Gerecse és a Gerecse kicsit távolabbi részein rengeteg olyan látnivaló van, ami igazából tényleg a Gerecse Naturparkot is egy kicsit így országosan egyedivé teszi. És hát ezeket a legeket mutatnám be itt a látogatóknak. Interaktív foglalkozásokban sem volt hiány a programon. Sasvári Zoltán természeti nevelő jóvoltából a rovarokkal ismerkedhettek a megjelentek. Én ezen a napon a rovarokról fogok tartani egy kis előadást, méghozzá a rovarok szerepéről az életben, a fenntartatóságban. Milyen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a rovarok az élővilág pillérei. Persze a növényeken kívül is, akár tetszik, akár nem, ha ők nincsenek, akkor mi is nagyon hamar oda lennénk. Nem csak a lebontásban, nem csak a beporzásban és egyéb ilyen más dolgokban nagyon hasznosak, hanem hát nagyon sok találmányt is kaptunk tőlük, amiket itt meg fogok mutatni ebben az előadásban. A rendezvény a Tatai Helyi Akciócsoport támogatásával valósult meg. A pandémia lecsengésének köszönhetően ismét kiállítás megnyitóra várja az érdeklődőket a Kuni Domokkos Múzeum. A Dobroszláv Lajos emléke című tárlaton a festőművész eddig nem látott alkotásai mellett egyéb a festő életútját bemutató képeket tekinthetnek meg a művészetkedvelők.
Tatán mindenki számára ismerős Dobroszláv Lajos neve. A Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész 1942-ben költözött városunkba, ahol haláláig alkotott. A Kunidomokos Múzeum egykori igazgatójának emlékére szervez kiállítás megnyitót, így június 19-én délelőtt 10 órától az alkotó életútját ismerhetik meg az érdeklődők a tatai várban. Természetesen egy országos rangú mesterről van szó, tehát nagyon szépen akartunk kilépni a nagy közönség elé, így, hogy végre nyitva vannak a vár kiállító termének a falai. Tehát egy komoly kiállítás készülődik itt, egy teljes életmű kiállítás, amely Dobroszláv Lajos megmaradt munkáinak a javát szeretné bemutatni, a pályakezdés éveitől kezdve, amikor még felső gallához, a bányász környezethez kötődik az életmű, egészen a tatai évtizedekig, amikor pedig a tatai városképek és a környékbeli falvaknak, a gerecse lejtőinek a képeit csodálhatjuk majd meg. Olajfestmények lesznek itt a falakon, gyönyörű festmények, valóban múzeumba illő, akár egy budapesti múzeumba illő festmények is, és hát azok a vágyott és rajongott akvarellek, amikről az ő életműve a leginkább ismert. Talán különleges is a tárlat egy picit, hiszen megszólítottuk a közönséget, a mi közösségünket, akiknek a tulajdonában Dobroszláv Lajos festmény van, válaszoltak a mi felhívásunkra, tehát itt a kiállításon több mint 25 olyan partnerünknek a tulajdonából láthatók alkotások, akik részben magánszemélyek, részben közintézmények a városból vagy a megyéből, de még akár Budapestről is. Tehát egy közösségi kiállítás lesz, és a különlegességét még az is árnyalja, hogy ebből az alkalomból újra megjelenik egy kötet, talán inkább úgy mondhatnám, hogy egy kibővített katalógus, amelyben számos gyönyörű festménynek a reprodukciója is lesz, és olyan forrásszövegek, illetve méltatások, amik talán még nem is jelentek meg, vagy már nehezen hozzáférhetők, amiknek a segítségével képet kaphatunk majd az életműről, hiszen egy nagyon különleges életműről van szó. Egy olyan festőnek a munkáiról, aki a természetet festette, de nem csak azért, hogy ezt reprodukálja, hanem a természetben az Istennek, a teremtésnek a művét látta, és ezt próbálta közvetíteni. Tehát egy igen erőteljes hitbéli dimenziója is van ezeknek a képeknek, annak ellenére, hogy itt egyetlen egy szakrális alkotás nem látható. A koronavírus járvány jelentősen befolyásolta az idei nagyrendezvények megszervezésének menetét. A tatai rendezők több opcióban tervezték meg a közkedvelt eseményeket, így ha nem is az eredeti forgatókönyv alapján, de 2021-ben is várja a látogatókat a Vízzene Virág Fesztivál. Idén sem maradnak helyi fesztivál nélkül a tataiak. A pandémia jelentősen megnehezítette a rendezvényszervezők feladatát, így a legtöbb eseményre, mint a Vízzene Virág Fesztiválra is több forgatókönyvvel készültek a szervezők. Szerencsére 2021-ben is várja az érdeklődőket Magyarország legnagyobb családi fesztiválja augusztus 20-án, 21-én és 22-én. Mindig úgy készülünk, hogy a legjobbat szeretnénk adni. Erre minden adottságunk megvan, tapasztalatunk, a humán erőforrásunk, kapcsolatrendszerünk. A pénzügyi hátterünk az mindig egy nehézkes dolog, de hát azt össze kell valamilyen módon gyűjteni, ezen rajta vagyunk. Újabb és újabb cégeket készítünk, megbeszéléseket. Hát mindent előkészítettünk, azt kell, hogy mondjam. Reméljük, hogy a körülmények lehetővé teszik, hogy megrendezzük az idei fesztivált. Egy ilyen gyönyörű idő kellene, mint ami most van, és azok a jogszabályi hátterek, amiket még most ebben a pillanatban nem ismerünk. A jelenlegiek is lehetőséget biztosítanak sok mindenre, de hogy az egy teljes fesztivál hangulatot képes lesz hozni, a jelenlegiről beszélek, azt nem tudom. Én bízom benne, hogy az is, hogyha érvényben maradnak olyan dolgok, hogy oltási igazolás, bizonyítvány, kártya, QR-kód, stb.,
Ezek szerintem addigra teljes mértékben helyre kerülnek, és én bízom benne, hogy ez zökkenőmentesen fog haladni. Mi erre is föl vagyunk készülve, hogy várjuk azokat is, akik mondjuk nincsenek beoltva, de valamilyen módon majd engedélyezve lesz számukra, hogy bejöjjenek. Én azért azt mondom, és ez nem a propaganda, félreértés ne esik, nem akarunk mi ebbe belefolyni, de jobb lenne az, hogyha ha nagyobb részt olyanok jönnének, akik túlestek ezen a procedúrán, és hát a többiek érdekében is, a maguk érdekében és a többiek érdekében is egy védettséget szereztek. Úgyhogy várunk mindenkit, felkészültünk. A programszervezés az nem változott, tehát valójában adottak a lehetőségeink. Én azért el tudom mondani, hogy azért mi Tatán vagyunk, tehát itt ezek a körülmények nem változtak, tehát gyakorlatilag a természet és az épített környezetünk az adott. Én úgy gondolom, hogy a vendégeinknek, az ide látogatóknak a zöme az elsősorban Tatát szeretné látni, és én erre büszke vagyok, meg arra is azért, hogy a fesztiválra jönnek, és arra is, hogy a fesztivált követően, ha életükben először vannak itt, akkor másodszor, harmadszor, tizedszer is el fognak jönni Tatára. Tehát az, hogy a programok, a hagyományos programok, a víz fölött a repülősó, vagy a tűzijáték, vagy hogy ott a kastélytérrel, vagy ott a várudvarral, ezeket mi használjuk, mint díszletet, és úgy gondolom, hogy ez a program szervezésben nekünk egy nagy könnyebbség. A Kőkuti Általános Iskola és a Günner Aréna Városi Sportcsarnok is helyszínt biztosított a nagy sportág választónak. A június 15-i eseményen mintegy 20 sportágat ismerhettek meg, főként a város óvodás és iskolás gyermekei, de bárki számára ingyenesen volt látogatható a program. Bár a tavalyi esztendőben a koronavírus miatt meghiúsult, idén már nem maradhatott el a nagy sportág választó. A nagy múltra visszatekintő rendezvény népszerűsége nem ingott meg, ami nem véletlen, hiszen a legkülönböző mozgásformákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Nagy öröm, hogyha egy ilyen rendezvényünk van, tavaly sajnos a Covid miatt elmaradt. Több mint 20 sportágat tudnak itt kipróbálni a diákok, és hát aki esetleg ide látogat, de itt van az első, a felső udvaron például a rendőrség, ő is tart egy kis bemutatót, itt van, azt hiszem, ha jól emlékszem, vagy jól láttam, egy Gidrán honvédség, igen, úgyhogy elég sok sportágat, illetve sok mindent meg tudnak nézni a gyerekek, illetve a tanárok. A hagyományos sportágak mellett igazi újdonságok is várták a megjelenteket, így a catch elnevezésű mozgásforma is, aminek alapját a kézilabda adja. Ami igazából teljes mértékben hasonlít, hogy három lépése van ugyanúgy a játékosoknak, 3 másodpercig tarthatják a labdát is. Ami a kézilabdától egy picit elütés, igazából ezért az edzésmódszerként hasznos maga a catch, az, hogy nincs labdaleütés, ezért a játékosoknak, akik játsszák, szükséges a labda nélküli mozgás. Labda leütés nélkül, labdával való mozgás és ugye a kooperáció a csapattársakkal. Magában a szabályokban egy-kettő, például az, hogy nem a hatos vonat helyettesíti, de hexagon nevezetű vonalrendszer. Az a lényege a pályánál, hogy a koordinációt javítsa a játékosoknak, ahogy felugrik, ezen kívül is kell leérkeznie. És igazából a levegőben történő koordinációt ezt nagyban segíti. A sportágak mellett a térség hivatásos szervei is képviseltették magukat a népszerű és közkedvelt rendezvényen. Igyekeztünk elméleti és gyakorlati feladatokkal is kijönni ide a vendégeink körébe, úgyhogy hoztunk nekik kerékpáros ügyességi pályát, hoztunk nekik gokart pályát, illetve gokartot. Ezen kívül elhoztunk nekik elméleti kreszteszlapot alsó és felső tagozatnak, valamint kihoztunk ilyen interaktív táblákat, amin különböző kresszel kapcsolatos feladatokat tudnak kirakni a gyerekek ilyen puzzle formában. A nagy sportág választó elsősorban a térség fiataljainak szólt, de bárki számára ingyenesen látogatható volt a program. Tataváros önkormányzat képviselő testületének határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az elkészült dokumentumok könnyebb áttekintése, értelmezése érdekében lakossági tájékoztatást szervez Tataváros önkormányzata, ahol a hivatal illetékes munkatársai részletes ismertetést nyújtanak a résztvevőknek az adott területre vonatkozó tervezett település rendezési eszközökről. Az egyes konzultációkat az alábbiak szerint szervezik meg. Június 16-án délután 5 órától a művelődési házban a Tatai városrészre,
június 17-én délelőtt 10 órától a Művelődési Házban a város gazdasági területeire, június 21-én délután 5 órától a Művelődési Házban a Tóvárosi városrészre, majd június 22-én délután 5 órától az Agostyáni rendezvényházba várják az érdeklődőket. A konzultációkat a Tatai Televízió élőben közvetíti, ezt a közvetítést a tata.hu weboldalon is látni lehet majd. A tájékoztatókorra való részvétel védettségi igazolványhoz kötött. Idén is lesz tatai sokadalom az angol kertben. Július 18-ától egészen július 20-áig színes programokkal várják a szervezők az érdeklődőket. A belépés ingyenes és védettségi igazolványhoz nem kötött. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. A természet értékeinek megóvására hívták fel a figyelmet. Kiállítás megnyitót szervez a Kuni Domokkos Múzeum. Augusztusban rendezik meg a Vízzene Virág Fesztivált. 20 sportágat ismerhettek meg jobban a város fiataljai. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 15-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Sportkett című műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!